Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudhatják, milyenek a bikajegyű emberek, és mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Pál István az aktuális babonákat, népszokásokat ismerteti velünk, Mazák Katalintól pedig szépségápolási tanácsokat kapunk. És a hangtálak rejtelmeibe pedig Barkóczi Beáta vezet be minket. Tartsanak velem! Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy milyenek is a bikajegyű emberek, illetve hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő időkre. De soha ne felejtsük el, hogy a csillagok nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek. Tehát ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Kos. Minden jó valamire, ezért a kevésbé sikeres helyzetekben is próbálja meglátni a lehetőséget. A megoldásokat keresse, és ne pedig azt nézegesse, hogy miért nem lehet jól kijönni egy-egy helyzetből. Bika, boldog születésnapot! Reményeinek megfelelően alakulnak a dolgai, de elképzelhető, hogy kicsit elszámította magát, mert bár halad a céljai felé, de mégis sokszor úgy érzi, hogy nincs a helyén. Legyen kitartó, megszokja majd az új helyzeteket. Ikrek. Időnként nagyon erősen össze kell szednie magát, hogy a hétköznapi rutinokat elvégezze. Valóban többre képes, de most csak saját maga a kihívás önmaga számára. Néha valóban az a legnagyobb feladat, hogy a saját hibáinkat felismerjük, és tegyünk lépéseket a kijavításukra. Rák. Minél jobban ragaszkodik valamihez, annál kevésbé látja reálisan a dolgokat, és csak görcsös kapaszkodássá válik minden. Így van ez a magánéletben is. A régi bölcsesség azt mondja, aki menni akar, annak segíteni kell pakolni. Oroszlán. A hiúságának kedvez, hogy annyian próbálnak mostanában a kegyeibe férkőzni. Legyen reális és válassza külön az igazi kedvességet a számítók udvarlásától. Mindjárt másképpen fest majd a helyzet. Szűz. Gyakran jutnak eszébe mostanában a régi szép idők, amikor még minden lehetségesnek tűnt, és minden csak egy karnyújtásnyira volt a megvalósulástól. Hogy hol romlott el, mi volt a baj, mindegy is már, de a következtetéseket, ha le tudja vonni a múltból, akkor a jövőben kamatoztathatja a tapasztalatait. Mérleg. Vegyen vissza kicsit, nem kell annyira rohanni. Mindenre lesz idő, és minden a legjobb úton halad. Ha esetleg még nem látja, ne aggódjon, a sors most a legszebb arcát mutatja önfelé. Skorpió. Önre kifejezetten igaz, hogy a skorpiók nagy túlélők. Annyi vihar és harc után is reménnyel, céllal teli és harcra kész. Most igaz, hogy valóban sok munka vár önre, de meg is lesz az eredménye. Nyilas. Még mindig halogat olyan döntéseket, amiket már régen meg kellett volna hoznia. Itt az ideje, üljön le a tükörrel szemben és beszélje már meg magával, hogy mit és hogyan akar. Bak. Újabb kihívások, de az a gond, hogy túl lazán kezeli a dolgokat. Azt hiszi, hogy ezt nyugodtan megteheti, pedig később nagy ára lehet. Figyeljen és próbálja alázattal végezni feladatait. Vízöntő. Minden kihívás már elfogadott az ön részéről már akkor, amikor csak félig hangzott el. Szereti a lehetetlent kihívni és legyőzni. Mostanában érdemes lenne kevesebbet elfogadni belőlük, és néha megpihenni. Halak. Miért olyan fáradt mindig, miért olyan kedvetlen? Itt a tavasz, süt a nap, rázza fel magát végre a téli álomból. A bika, azt mondják, anyagias. Valójában azt hiszem, hogy ezt a legtöbb bika kikéri magának, mert anyagiasság mellett, az anyagiasság alatt általában pénzéhességet és pénzügyi centrikus gondolkodást, pénzcentrikus gondolkodást értenek az emberek. Igen, de tud nagyvonalú, nagylelkű, jószívű lenni, nem a pénz, amin minden pénzzel mér talán, de nem a pénz az irányítója. A jó bikának, mert minden jegyben van jó és rossz változat, a jó bikának a fő tulajdonsága az, hogy a pénz zsebben ülő szolga.
az a pénz fog nekem helyettem dolgozni. A Rozbikának a pénz zsebben ülő úr, aki parancsol az embernek, dirigál és a pénz dolgoztatja. Sajnos a népszokásokat már csak a múzeumfalvakba és hagyományőrző rendezvényeken tudjuk ápolni. De vannak azért olyanok, amik újra-újra életre kelnek. Pár István segít nekünk abban, hogy emlékezzünk ezekre a népszokásokra. Mindjárt itt a május. Milyen népszokásokra, babonákra kell figyelnünk ebben az időszakban? Május 1 egyébként a munkásoknak az ünnepe, sokan kijárnak az üdülőhelyekre, például ide Sóstóra is, és itt ünneplik meg a munkaünnepét. Manapság is, amikor már nem a szocialista időket éljük, mindenhol megünneplik, külföldön is, és ez Amerikában keletkezett a 19. század második felében ez az ünnep, és úgy terjedt el a világ munkásainak körében, és így jött el Magyarországra is, és május 1-e, kabalás, bizonyára többen emlékeznek rá, sokan kimentünk kabalásra, ott nagy majálisok voltak, virsli, és sör nélkül ez nem is volt ünnep. És ha olyan jó idő volt, mint általában szokott lenni május 1-én, akkor nagyon sokan nem csak a munkára, hanem a pihenésre is szavaztak. Hát rögvest május 1-e az az első olyan tavaszi ünnep, amikor a természet megújulását ünnepeljük. Nem csak mostantól, hanem a 17. századtól kezdve Temesvári Pál bát már említette, hogy ilyenkor az emberek kimennek a természetbe, kimennek az erdőbe, már zöldelnek a fák, köszöntik a tavaszi megújulást, örülnek, hogy elmúlt a tél, és ezt olyan módon kell megünnepelni, hogy kis kosárban, bugykosban visznek magukkal ennivalót, piknikeznek a régi vagy a mostani szóval, vagy piknikeztek az emberek. Ezt a napot arra szánták, hogy a természet megújulásával együtt ők is megújuljanak. De nem csak a természet megújulását, hanem a szerelmet is, a szerelmesek egymást is ünneplik, és ilyenkor emlékeztetik egymást arra, hogy nekik kapcsolatuk van. És különösen a fiú csapatok járták végig a falvakat, és a barátnőjük, akkor szeretőjüknek mondták, háza elé már éppen kizöldült fákat, 10-12 méter hosszú gyertyánfákat állítottak föl, amire természetesen szalagokat kötöttek, hogy jobban kitűnjön a többi fa közül, és természetesen még egy üveg bort is felraktak rá, aminek akkor volt jelentősége, amikor elbontották május végén, vagy ledűtötték ezt a fát, úgy is szokták volt mondani, hogy kitáncolták a fát. Na, nem mindenki örült ennek, hiszen ez egy szerelmi vallomás volt, és a falu idősebb emberei nagy érdeklődéssel keltek föl kora hajnalban megnézni, hogy vajon kinek a háza elé, melyik lányos ház elé állítottak ilyen májusfát, és vajon ki állíthatta a májusfát. Ha már jegybe jártak a fiatalok, akkor nem volt kérdéses, hogy a vőlegénye állította a lánynak a májusfát, de ahol nem kívánták a lányos háznál a szülők a fiúnak a közeledését a lányokhoz, kora hajnalban felkeltek és ledűtötték a fát, hogy ne érje szó a ház elejét, tehát ne adjanak okot a falu egyébként sem pletyka nélküli lakosságának arra, hogy kibeszéljék a fiatalokat. Május 4-e a következő olyan dátum, amit érdemes megjegyezni, Szent Flóriánnak a napja. A Flórián egyébként a tűzoltóknak és a tűzzel dolgozó embereknek, tűzzel foglalkozó mesterségeknek a védőszentje. Ilyenkor az asszonyok nem is gyújthattak tüzet, hanem a férfiaknak kellett a házban tüzet gyújtaniuk. És az sem volt mindegy, hogy mikor gyújtották meg ezt a tüzet akkor nap, hiszen a délvidéken meg volt határozva, hogy 10 óra előtt nem szabad meggyújtani a házi tüzet, mert akkor az könnyen idézőjelben befelé fordulhat, tehát meggyulladhat a ház. És ez egyébként azt is jelentette, hogy később fűhetett meg az ebéd. A kovácsok például ilyenkor nem is dolgoztak egész nap, mert nem gyújtottak tüzet éppen amiatt, hogy a tűzeseteket elkerüljék. Lehet látni nagyon sokszor, és nagyon lehet érzékelni azt, hogy május közepe táján a fagyos szentek, a Pongrácz, Szervácz, Bonifác, az ácvégű névnaposok
bekavarják a veteményeket. Ezekig a napokig nem szabadott elültetni a babot, nem szabadott a palántákat kiültetni, mert könnyen lefagyhattak. Ezután is úgy módjával lehetett, hiszen az utolsó fagyosszend az május 25-én Orbán napján következett be, ami aztán betakarította a termést. Úgy szokták mondani, hogyha lefagytak a már éppen zsendülő vetemények, növények, palánták. Orbán a védőszentje volt a vincellérek, a szőlős gazdáknak, a kádároknak, a kocsmárosoknak, és általában, ahol jelentősebb szőlő művelés folyt, ott Orbánnak szobrokat is emeltek, szépen ki is festették a szobrokat, és hozzá imádkoztak, hogy le ne fagyjon a termés. Ha mégis lefagyott, akkor bekenték sárral, tehát jó kitoltak vele, ha nem fagyott le, akkor pedig virágot raktak az Orbán szobrok alá. Még azért is jelentős az Orbánnak, mert ekkorra a juhászok már meg is nyírták a juhaikat, tehát ekkorra a gyapjút is összegyűjtötték. Ahogy megszokhattuk, Mazák Katalintól szépségápolási tanácsokat kapunk, most sem lesz ez másképp. Segít nekünk, hogy mindig frissek, szépek és üdék legyünk. Milyen kezelést ajánlunk ma a kedves nézőknek? Zsíros aknés bőrökre egy probiotikus kezelést. Mit jelent az, hogy probiotikus? Hogy bizonyos összetevőiben probiotikumok találhatóak, amelyel az a célunk, hogy az egészséges bőrflórát támogassuk, illetve állítsuk helyre hosszú távon. És ezáltal javítsuk a bőrképet, csökkentsük a fagyútermelést. Olyan baktériumtörzsek, amit a joghurtban is találkozunk vele, ott alapvetően a bélflóránál használjuk ki, hogy elárasztjuk jó baktériumokkal az adott területet, hogy azok segítsenek a gyulladást okozó baktériumok munkáját leállítani, vagy elszaporodását csökkenteni, tehát támogassuk meg ezekkel a jó baktériumokkal. Tehát itt is ugyanaz a mutatványsor lényege, amit belülről az emésztésünk rendbetételénél próbálunk kihasználni a probiotikumokkal kapcsolatosan. Van-e korhoz kötve, vagy csak a bőrtípushoz? Alapvetően korhoz nincsen kötve, hiszen akár 30 pluszosaknál is jöhetnek aknés bőrképletek, vagy túlzott fagyútermelés náluk is előfordulhat, hiszen a túlzott fagyútermelés az alapvetően bőrtípus függő, nem feltétlenül korfüggő, bár tény, hogy a kor előre haladtával csökken természetes módon is a fagyútermelésünk. Hogyan zajlik a kezelés? Mint mindig letisztítással kezdünk, ezt követően egy dezinkusztrációs kezeléssel folytatjuk. Ezzel az a célunk, hogy jól felpuhítsuk a bőrt, könnyebb legyen az esetleges nyomkodásnak a menete. Azt követően pedig fertőtlenítünk, pakolásokkal kezeljük a bőrt, itt kerül szóba a már említett probiotikus pakolásunk. Nagyon sok antioxidánst, peptidet, goji bogyót tartalmaz például az antioxidánsok közül, egyéb bogyós gyümölcsöknek a kivonatát tartalmazza, és probiotikumokat is tartalmaz ez a pakolás, és ezt követően pedig záró krémekkel fejezzük be a kezelést. Jelen esetben egy mattító hidratáló krém, amiben antioxidáns szérumot csepegtettem, az került fel, és erre rétegeztem egy réteg 32-es mattító fényvédő hatású hidratáló krémet, és ajakápoló, illetve még szemkörnyékápoló került a szemkörnyékre. Ha nem folytatunk gépi kezelést, akkor is kell nagyon ügyelnünk most már, hiszen más süt a nap egyre többet, a fényvédőfaktoros krémek használatára? Igen, és itt mivel egy erőteljes felpuhítást és hámlasztást is beiktattunk, itt erre külön figyelni is kell.
illetve a kezelés utáni napokban extrán figyelni kell a fényvédelemre. Van-e valami ellenjavallatunk? Szalicilsavra érzékenyeknél, laktózérzékenyeknél fontos előtte tájékozódni az állapotokról, hiszen a kezelés tartalmazza ezeket a hatóanyagokat, illetve bármely más hatóanyagokkal, hatóanyagával szembeni allergia esetén természetesen az kizárólag lehet a kezeléssel szemben. Barkóczi Beáta, aki orientalistának vallja magát, a hangtálak rejtelmeibe fog minket bevezetni. Hol keressük a hangtálakra vonatkozó történeteket? Meddig nyúlik vissza? Mikor kezdték el használni az emberek? Hangtálaknak a története azt lehetne mondani, hogy a történelem előtti időszakomban nyúlik vissza, hiszen bármilyen teremtés történetet megnézzünk a világon, legyen az egy bibliai példázat, hogy az ige testélet, legyen az egy ázsiai példa, hogy az Aum szótagból ugye kiáradt a teremtés, azt lehetne mondani, illetve amit már ma a modern kvantumfizika is igazolt, hogy minden rezgésből áll. Hiába keressük az atomot, hiába próbáljuk bontani, ugye azt látjuk, hogy üres. Egy dolgot viszont mindenki talál, a rezgést. Tulajdonképpen hogy jöttek rá arra, hogy a hangtálakra nagyon jól lehet meditálni, vagy egyáltalán a hétköznapokban tudjuk ezeket használni, nem csak mint tálak? Igen, ez érdekes a felvetés, hiszen eleinte tényleg ezek csak tálak voltak. Egy ilyen tál hétféle ötvözetből áll, viszont a tibetiek ezt valóban főzésre használták, és ebből ettek. És a benne készült ételnek az energetikai hatása ugye teljesen másképpen hatott. Ha belegondolunk, hogy a testünknek, egy csecsemőnek, amikor megszületik, ugye a testének több mint 80% a víz, de amikor még meghalunk, akkor is legalább 50%-a. A mai modern gyógyászat is pont ezzel a vízzel próbál most már kapcsolatba lépni. Hogyha hangtálba vizet teszünk, akkor nagyon szépen látjuk, hogy a testünk is hogyan reagál ezekre a rezgésekre. Tudjuk, hogy vannak rezgések, frekvenciák, amivel ölni lehet, és lehet, amivel gyógyítani lehet. Nagyon érdekes, ugye csináltak kísérleteket, például, hogy techno vagy metal zene hatására növények elpusztultak, tehát nem adtak tejet. Ugyanígy valóban csak rezgéssel el lehet jutni odáig, hogy egy növény még öntözni sem kell, és a maximumon tud élni. Amikor felfedezték azt az emberek, hogy ezek a rezgések, ezek használhatók egészen másra is, nem csak a tálban főzésre, akkor mire használták előbb? Előbb csak zenéltek vele, vagy már gyógyítottak is? Azt lehetne mondani, hogy szinte egyszerre kezdődött párhuzamosan ez a történet. Mondjuk így, hogy a relaxáció közben is azért vannak spontán gyógyulások, ezt hozzá kell tenni. A másik része, hogy később a hetes szám, hogyha megfigyeljük, azért Indiában, vagy az ázsiai kultúrában mindig visszatérő, ugyanis a hét csakrának megfelelően általában 7 hangtálat használnak a gyógyításhoz, amit vagy a testre, vagy pedig a test mellé helyeznek, de mindenképpen a csakrákra, vagy pedig a megfelelő csakra helyekre a test mellé. Ugyanez megfeleltethető az ősbolygóknak, illetve hát maga a tál is hétféle fémnek az ötvözetéből áll, ami egy kicsit talán egy alkimiai folyamatot is leír, hogy egészen az ólomtól az ezüstön, az aranyig mindenféle anyag található benne. Ez a hetes, ez, ha megfigyeled, ugye ott van a magyar népmesékben is, a hetedik, meg Isten is 7 nap alatt teremtette a világot. Lehet, hogy mégis valami ősmagból indult ki minden? Mindenképpen úgy gondolom, és pont ezek a teremtés legendák ezt nagyon szépen példázzák. Tehát elkezdték a hangtálakat használni. Hogyan lehet használni? Tehát kell, hogy az ember megtanulja, ha igen, hol lehet, vagy fogom, és akkor érzéssel
próbálkozom megszólaltatni. Én úgy gondolom, hogy ha valaki gyógyítani szeretne vele, akkor mindenképpen képezze magát, és erre vannak hivatalosan felhatalmazott személyek, akik ezt taníthatják. Hogyha valaki relaxációra használja, mint ahogy én is többnyire, vagy éppen használtuk mondjuk zenekarban is, akkor mivel, hogy én többféle tradíciót is ötvözök, ahhoz nem kell olyan képzettség, úgy gondolom, hogy az ember kicsit inkább intuitívan kezelje ezeket a dolgokat. Milyen sokat jártam Indiában, az indiai hagyományokat is hozzátettük a relaxációhoz, ugyanis minden indiai zenében van egy ilyen érdekes búgóhang, ez a tampura, ugyanis az indiai zenész mindig az alaphanghoz viszonyít. Hogyha össze kellene hasonlítani az európai zeneművészetet az indiaival, azt lehetne mondani, az európai kicsit inkább lineárisabb, az indiai pedig egy ilyen középpont centrikus, tehát mindig van egy alaphang, amihez képest a zenész mindig viszonyít. Én ezt a két hagyományt ötvöztem, amikor relaxációt tartunk, tehát az indiai hagyományból jön ez a bizonyos alaphang, amihez hozzá a tibeti hangtál. Hol lehet beszerezni ilyen hangtálakat, vagy egyáltalán lehet Magyarországon ilyeket? Érdemes Magyarországon beszerezni? Természetesen érdemes Magyarországon is, hiszen vannak már olyan vonalak, hogy próbálnak hiteles forrásból csakrákra hangolt hangtálakat behozni. Én azért azt mondom, hogy aki azért tud. Hogyha nagyon komolyan akar vele foglalkozni, akkor inkább ő menjen Indiába, tibeti piacokon. Amikor az a minimális pár tibeti hangtálat megvettük, aminek az egyik darabját itt a kezembe tartom, hát azt mondom, hogy több hét volt, míg azt a hármat úgy kiválasztottuk. Azért, mert túl nagy volt a kínálat, vagy meg kell érezni, hogy melyik jöjjön veled haza? Mindenképpen meg kell érezni, és azért hozzátartozik, hogy ezek elég makacsúságok. Tehát vannak dolgok, amiket egyszerűen nem tudunk befolyásolni. Vannak relaxációk, hogy a tálak rögtön úgymond egymásra gerjednek, és van egy plusz olyan interferencia, ami teljesen bezengeti a teret. És van, amikor megmakacsolják magukat, és nem akarnak egymásra hangolódni, azt igazán el kell fogadni. Tehát emiatt érdemes ugyanazt a tálat többször is meghallgatni, visszamenni a piacra, hogy más-más körülmények között hogyan reagál. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!